Az élelmiszeripar hatékonyságának növelése és a szektor szereplői versenyképességének javítása érdekében dolgozzák ki Magyarország digitális élelmiszeripari stratégiáját. Ennek részleteiről is beszámolunk mai adásunkban, előbb érkezzen a teljes tartalomjegyzék. Köszöntöm Önöket! 100 milliárdokból fejlődhet a megye, újabb program is szolgálja a célt a következő uniós ciklusban. Illegális hulladéklerakás egyre nagyobb probléma, a tilosban szemetelés. Digitalizáció a termőföldtől az asztalig, már készül az ezt szolgáló komplex hazai stratégia. A következő két évben lehet még megvalósítani az előző Európai Uniós fejlesztési időszak során nyertes pályázatokat. A megye a 2021 és 27 közötti ciklusban akár 500 milliárd forintot is fordíthat fejlesztésekre a különféle programok keretében. A fő cél a munkahely megőrzés és teremtés mellett továbbra is az egészségügyi, oktatási, közösségi intézmények és szolgáltatások felújítása, továbbá közösségi terek kialakítása lesz. Nagy próbatétel volt az elmúlt év Szabolcs-Szatmár-Berek számára is, így értékelte 2020-at televíziónknak adott interjújában a megyei közgyűlés elnöke. A munkanélküliség emelkedése kevésbé érintette a térséget, de adódtak egyéb megoldandó feladatok. Különösképpen a nyilvános rendezvényeinkre ütötte rá a bélyegét, vannak olyan futóprogramjaink, amelyek igényelték volna személyes jelenlétet a érdeklődőknek, a projektpartnereknek, gondolok itt a EFOP pályázati programra, amelyben megyei esélyegyenlőségi programot hajtottunk végre, illetve hajtunk végre kerekasztalt alakítunk, esélyteremtési kerekasztalt alakítunk, ez is a munkánk része volt. Hát ezeket a programokat részint nyáron, abban a rövid átmeneti jó időszakban tudtuk pótolni, illetve ősszel mindvégig online formában valósítottuk meg, szerencsére nagy érdeklődéssel. Ez hasonló programunk, a topos program keretében az identitásfejlesztő pályázatunk, amely ugyancsak számos nyilvános rendezvényen jelentkezett volna. Három nyitó online konferenciával jelentkeztünk egyelőre, mind a három majd 200-as részvevővel számolt online, az online térbe. Tehát ez mégsem olyan, mint a megyeháza dísztermében közönség erőt rendeztük volna meg ezeket a nyíló konferenciákat. Hát remélem, hogyha túl leszünk a nehezén, meg lesz a vakcinát, lesz oltva a megye lakóinak jelentős része, és akkor ezt a programot is meg tudjuk valósítani személyes jelenléttel is. Ez is egy fontos futóprogramunk. Ugye a topos programok az nagy részt papír alapon mentek már, hiszen a döntéshozatal sok esetben megtörtént, illetve a megyei közgyűléssel konzultálva én egy személyben hoztam meg a szükséges visszamutató döntéseket, tehát ez nem okozott különösebb fennakadást, így azt tudom mondani, hogy azokat a terveket a támogatási szerződések vonatkozásában, amiket kitűztünk magunk elé, hogy követelményként támasztottak akár a kedvezményezettek, önkormányzatok, akár az irányíthatóság, ezeket online formában meg tudtuk valósítani. Jelenleg több olyan pályázat is fut a megyében, amely még a 2020-ig tartó Európai Uniós ciklus forrásaiból valósul meg. A döntéshozatal megtörtént és jövőre a kivitelezési munkák is remélhetőleg elindulnak. Egy nagyon jelentős bölcsődei programot tudtunk elindítani még az előző 7 éves topos időszak terhére, de 5 milliárd forint értékben egy szennyvíz elvezető programot is az utolsó pillanatokban még be tudtunk indítani. De hát ugye ami már megvalósítás fázisában, számos körzeti orvosi rendelő, oldafelújítás, ma körülhettünk, utakat adtunk rá, ugyancsak a TOP fejlesztési program keretében, illetve hát nagyon sikeres volt, fillérre kimerült már a támogatási lehetőség a megyei foglalkoztatási paktumban, de éppen a napokban írhattam alá a támogatási szerződést, egy újabb 1,6 milliárdos, ugyancsak munkahelyteremtés, munkahely megőrzést szolgáló programnak, amely még ennek a 7 éves már lejárt, vagy lejáróban lévő 7 éves fejlesztési periódusnak a forráskerete terhére történik. Ugye még 2 éves megvalósítási időszak lehetséges, tehát egészen 2022-ig ezeket a programokat van időnk, vagy lehetőségünk, illetve a kedvezményezettek van lehetőség megvalósítani. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy most 146 milliárd forint értékű
lekötött támogatási szerződéssel lekötött programunk van, de ez a még futó igénylések alapján fel mehet egészen talán még 190 milliárd forintig is. Ebben benne vannak a nyíregyházi megvalósított programok is. Most már sok esetben Nyíregyházával együtt számolunk, hiszen a következő 7 évben a versenyképes Magyarországért operatív program esetében a megyei közgyűlés fogja meghozni a Nyíregyházán szükséges fejlesztési forrásokról szóló döntéseket is. Ugye nevében is jól el tudjuk választani egymásról a előző 7 év, vagy mi még benne vagyunk 7 éves periódust, ez a TOP. Az új támogatási periódus pedig a VMOP, versenyképes Magyarországért operatív program. Ennek az új programnak a keretében is közel 150 milliárd, sőt talán 150 milliárdot meghaladó indikatív forráskerettel számolhatunk. Vannak vérmesebb reményeink is, de itt még folyik a egyeztetés a kormányzattal, hogy milyen forráskerettel számolhat a megye, itt már Nyíregyházával együtt számoljuk ezeket a lehetőségeket. Éppen napokban volt Palkovics miniszter úr a megyében, a Városházán áttekintettük a fejlesztési programokat, nem csak a VMOP-s programokat, hanem más operatív programokat is, hiszen a gazdaságfejlesztési zónának éppen az a lényege, értelme, és ugye ennek a kormánybiztosa maga Palkovics miniszter úr is, hogy itt ennek a 6 Észak-Kelet-Magyarország, illetve Észak-Alföldi megyének egy koncentrált együttes fejlesztését valósítassuk meg az operatív programokon átnyúlóan, és sőt a hazai fejlesztési források itt is beleértve olyan zászlóshajó projekteket, ernyőprojekteket fogalmazzunk meg, amelyek több operatív program forrására is támaszkodnak, ilyen módon ki tudjuk használni jobban az előző időszakhoz képest a programban rejlő szinergiákat. Tehát miniszter úrral is tárgyaltunk, hogy a VMOP-ban milyen forráskerettel számolhatunk, illetve pénzügyminisztériummal is, pénzügyminiszter úrral is tárgyalásban vagyunk, hogy a vérmesebb reményeink szerint a 150 milliárd körüli összeget is meghaladja ez a támogatási összeg, ami csak a VMOP keretéből érkezik Nyíregyházára, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, de ugye ott van a ugyancsak lezártnak tűnő az Európai Tanács által megalkotott, elfogadott, a magyar és lengyel vétó után elfogadott európai újjáépítési alap, amely ugyancsak jelentős forrásokat jelenthet a megyének a gazdaság újrabeindulásához kapcsolódóan. Ennek a forrás keretévről még nincsen biztos információ, de azt gondolom, hogy itt is jelentős forrásokkal számolhatunk. Amiről beszélünk a TOP esetében, az a kohéziós forrásokat jelenti, és hát ismeretes, hogy ez a bizonyos hitel és támogatási konstrukciós jelentés lehetőséget ad Magyarországnak, és ebben biztos vagyok benne, hogy a megyének is. Ugye amikor a TOP-ról beszélünk, vagy a VMOP-ről, mindig hozzá kell tennünk, hogy más ágazati programokból is részesül a megye, környezetvédelmi programokból, iskola felújítási programokból, amely központi állami programok, vállalkozásfejlesztési programokból, a GINOP forrásaiból vállalkozásokat tudott támogatni az elmúlt időszakban a Európai Unió, illetve a magyar kormány, és az így lesz a következőben. És a végleges számvetés esetében azt gondolom, hogy jóval meghaladjuk a 400 milliárd forintot ebben a fejlesztési ciklusban is, amely az összes program keretéből a megyébe érkezett, és hát a következő 7 évben is azzal számolunk, hogy hát különösképpen az Európai Újraépítés eszköz keretében, a Next Generation eszköz esetében hát akár az 500 milliárdot is bőven meghaladhatja. Hogy állunk a tervezéssel, ugye ez egy következő fontos kérdés. Éppen december közepén tudtuk társadalmasításra bocsátani ezt a dokumentumot polgármester kollégáknak, civil szervezeteknek, államigazgatási szervezeteknek, szomszédos önkormányzatoknak elküldtük társadalmasításra a megye fejlesztési koncepcióját, koncepció vázlatát, és ezt követően 45 napos a társadalmasítási időszak, tehát nagyjából január végén lezárul ez az időszak, amikor összegezzük a beérkezett észrevételeiket, és aztán jön a tervezésnek a következő fázisa, és a megyei közgyűlés jóváhagyását követően március közepén, március végén jutunk el a végleges tervezési dokumentumhoz, amely alapján integrált területfejlesztési program készül, és aztán az irányító utasság ki tudja írni erre alapozva az új pályázatokat.
Ugyanakkor viszont az pontos már talán most mondanom, hogy januárban is már az új programozás keretében is, hiszen nem tűr halasztást a munkahelyteremtést, a munkahely megőrzés. Január elején már ki tudunk írni egy munkahelyi paktum pályázatot. Ennek a forráskerete a következő 7 évre, amit biztosan tudunk, több mint 9 milliárd forint, és ez már jövő év elején feltehetőleg a teljes összeget, lehetséges, hogy két részletben, de biztos, hogy 5 milliárdot meghaladó forráskerettel már januárban ki tudjuk írni ezt a fontos eszközt. Ugyanakkor tudjuk, hogy a következő 7 évben több mint 9 milliárd forint áll munkahelyteremtés, munkahely megőrzés, képzés, átképzés, továbbképzés címén a rendelkezésünkre. Úgyhogy még a topból van ugye 1,6 milliárd forint, amit jövőre, az követő években fogunk felhasználni. Tehát ez a két program egymás mellett fog futni feltehetőleg a következő években, következő évben és 2022-ben. A közgyűlés elnöke hozzátette, a következő 7 évben a munkahelyek megőrzése és újak teremtése mellett más feladatok, célok is prioritást élveznek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nyilván azok a közösségi szolgáltatások, amelyekre méltán számítanak a vidéki települések, városok, Nyíregyháza is, az, hogy kulturált módon tudjuk megközelíteni a munkahelyeinket, a közintézményeket, közösségi szolgáltatások felújítása ugyancsak változatlanul folytatódik, az orvosi rendelők, egészségügyi intézmények felújítási programja, idősek naphozi otthonának a felújítása, bölcsődeépítési program nyilvánvalóan az új célok között szerepel, közösségi terek kialakítása kis településeken, ugye ez a helyben boldogulást az élhető települések programját jelenti, hogy ott is legyenek olyan közösségi kulturális szolgáltatások, amelyek nagyvárosban elérhetőek. Ezzel is azt akarjuk elérni, hogy megálljon, esetleg visszaforduljon a megyéből történő elvándorlás. Ennek ez sajnos még mindig folyik. Még több munkahelyet kell teremtenünk, még több infrastruktúrális beruházást kell eszközölnünk, és erre remélhetőleg már a Magyar Falu Program, a Magyar Költségvetés is egyre több eszközt, pénzt tud áldozni, hogy az emberek itt találják meg a boldogulásukat. Ezt támogató programokat is indítunk, amelyek közösségi, szórakozási, jó értelembe vett szórakozási, kulturális feltöltődést jelentenek, a identitást erősítik. Minden eszközt meghasználunk arra, hogy itt tartsuk az embereket a megyébe, sőt, akár vissza is csábítsuk őket. Ismeretes, hogy milyen nagy munkahelyteremtési akciók voltak eddigiekben is, és nem csak a közmunkaprogramból beszélek, hiszen az nagy rész már kifutott. Vannak még persze olyan térségek, ahol erre szükség van, hogy az emberek munkából tudják eltartani magukat, illetve a családjukat, de sok esetben már munkaerő hiánnyal küzdünk, és ez igaz a Covid időszak utánra is. Ez egy komoly kihívás volt, és hát remélem, hogy elmondhatjuk rövidesen, hogy magunk mögött tudjuk. Évről évre növekszik az illegális hulladéklerakók száma. A probléma felszámolása érdekében több akció is elindult már. A tevékenység káros hatásainak tudatosításában pedig nagy szerepe van a szemléletformálásnak is. A tilosban szemetelőkhöz hasonlóan azok is súlyos károkat okoznak, akik égetéssel szabadulnak meg a hulladéktól. Márpedig az egyre elterjedtebb otthoni munkavégzés és az ünnepek miatt ebben az időszakban több szemét keletkezik a háztartásokban. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Eberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy itt van nálunk. Tényleg még mindig nem változott a szemlélet? Tehát egyre több az illegális hulladéklerakó, egyre több ember szemetel így? Én nem gondolom, hogy egyre több ember szemetelne így, inkább látványosabb, fogalmazzunk úgy. Hál' Istennek a lakosságnak egy bizonyos százalékában nő azért az igényesség, hogy ne legyen szemetes a határ, éppen ezért úgymond nagyobb felháborodást okoz, és több helynek tűnik, amikor egy-egy hulladéklerakat megjelenik a erdők szélén vagy az utcák végén. Azt kell mondanom, hogy mi közszolgáltatóként igyekszünk egy olyan szolgáltatást nyújtani a lakosságnak, amit ha valaki kihasznál, akkor gyakorlatilag nem keletkezhet olyan hulladéka, amitől ne tudna megszabadulni. Gondoljunk csak bele, hogy hetente minimum egy alkalommal egy 120 literes edényt minden háztartástól elviszünk,
rendelkezésre áll évi egy lomtalanítás, Nyíregyházán két hulladékudvar gyakorlatilag munkanapokon és még hétvégén is nyitva tartással ingyenesen adható le hulladék. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy amilyen illegális lerakók megjelennek az erdőszéleken, az nem azért van, mert az emberek ne találnának megfelelő legális kimenetet a hulladékaiknak, hanem igénytelenek, nem érdekli őket, vagy akár így gondolják, hogy saját maguknak némi pénzt spórolnak. Földrajzilag be lehet lőni nagyjából, hogy hol vannak ezek az illegális hulladéklerakók? Nyíregyháza vonzás körzete, vagy esetleg a megye többi része? Számtalan, minden településen van sajnos ilyen úgymond frekventált terület, általában közutak mentén van ez. Éppen ezért született meg a Tisztítsuk meg az országot program is, amiben például az állami területek kezelői forrásokat igényelhetnek, illetve az önkormányzatok is ezeknek a illegális hulladéklerakóknak a felszámolására. Tudomásom szerint a megyébe is például több önkormányzat nyert ebből forrást, és majd a mi közreműködésünkkel ezekről a területekről elszállítjuk és ártalmatlanítjuk a hulladékot. Azt lehet tudni, hogy miket visznek ilyen helyekre? Hát ez a legváltozatosabb, tehát az autó alkatrésztől kezdve a sima háztartási szemétig, fürdőszoba felújításnál kibontott WC-kagylóig, sajnos minden megtalálható. Pedig ha belegondolunk abba, hogy teszem azt, valaki végez egy fürdőszoba felújítást, az onnan kikerülő építési bontási hulladékot a kisvárdai, nagyecsedi vagy a nyíregyházi hulladék kezelő telepünkön tonnánként 5000 forintért tudja leadni. Tehát ha belegondolunk abba, hogy egy sima lakossági utánfutóval egy tonnát biztos nem tud bevinni, tehát maximum 5000 forintjába kerülne az, hogy ne a város szélén kössön ki a kibontott néhány mázsa, csempe és WC-kagyló, már megtehetni. Még egyszer mondom, én úgy gondolom, hogy ez leginkább csak elhatározás és igényesség kérdése. Igen, egyébként ezt a földrajzi kérdést azért is tettem fel, mert hogyha jól tudom, akkor Nyíregyházán vannak csak hulladékudvarok, tehát a megye többi részén élők e tekintetben hátrányosabb helyzetben vannak, de akkor mégsem, tehát van rá lehetőség. Ez biztosan így van, hulladékudvar valóban Nyíregyházán van a megyében, de a három hulladéklerakónk ott is fogad a lakosságtól direktben hulladékot. Tehát olyan még nem történt, hogyha valaki magánszemély hulladékot szeretett volna behozni a telephelyünkre, elküldtük volna. Kétségtelenül van neki némi díja, de én úgy gondolom, hogy ez a díj teljesen vállalható és arányos azzal a szolgáltatással, amit kap érte az ügyfél. A szankciók tekintetében önök nem jönnek képbe? Tehát nem, nem. Tehát mi közszolgáltató vagyunk, a szankcionálást mi nem végezhetünk. Akkor főként a hatóság jöhet rá erre nagyjából, de gondolom akkor ők is eléggé nehezen, hiszen valószínűleg nem írják rá, hogy az én szemetem van, a nevüket az önkormányzatok, jegyzőknek van ilyen hatósági hatásköre. Valóban tudomásom szerint a legtöbbször az nehezíti, hogy ezeket szankcionálni lehessen, hogy nem létezik tetten érni a szemetet kihelyezőket. Éppen ezért most egy új törvényjavaslat született, én úgy tudom, el is fogadta a parlament, abban például már lehetőség lesz kamerák kihelyezésére ilyen veszélyeztetett területükre, amiről beazonosítható majd később, hogy ki követte el a illegális hulladék elhelyezést, sőt jelentősen növekedni fog például a bírságtétele az illegális hulladék elhelyezésnek. Beszélt erről az akcióról, akkor ez most vette kezdetét, tehát még egyelőre a népszerűségéről nem igazán lehet tapasztalatokat mondani, de akkor ez egy jó kezdés. Így van, és ehhez kapcsolódik a tudomásom szerint a hulladékradar fejlesztés, tehát ahova okostelefonnal, GPS koordinátával gyakorlatilag bárki be tudja küldeni, ahol ilyen illegális hulladék lerakatot észlel, és az illetékes önkormányzat el tud abban járni, hogy ezt megszüntesse, felszedje. De a levegőt is lehet szennyezni, ugye nem csak a környezetünket. Itt milyen tapasztalati tanácsok vannak, amelyeket érdemes megfogadni? Alapvetően jogszabály alapján a hulladékok égetése tilos, bármi nemű égető berendezésbe, hogy úgy fogalmazzak. Tehát abszolút egészségkárosító, nem is hasznos, éppen ezért mindenképpen kerülendő. Itt is csak azt tudom elmondani, hogy ami éghető, az gyakorlatilag a szelektív hulladékgyűjtőbe és a kék-sárga kukába elhelyezhető, tehát nem lehet az indok, hogy nem tudtam hova tenni. Tessék beletenni a 240 literes szelektív gyűjtőbe, és azt mi elhozzuk az adott ingatlantól. Van még egy aspektusa az égetésnek, és pedig a kerti hulladék és az avar égetése.
Jogszabály alapján úgy volt, hogy január 1-ével az is tiltott lesz az teljes országban. Tudomásom szerint ez most valamennyire változott, mert ismét az önkormányzatok kapták meg a lehetőséget ennek a szabályozására. Tudom, sok kiskert tulajdonos, vagy akár még nagyobb ingatlan gyümölcsös tulajdon is arra állt rá, hogy igen, feltakarítja a kertet ősszel, lemetszi, és akkor szépen meggyújtja a végén, akár még ennek növényegészségügyi okai is vannak, de én úgy gondolom, ahol van néhány 100 négyzetméter zöld terület, ahonnan zöld hulladék kerül ki, ott bizony 1-2 négyzetméter komposztáló is elfér a kelt sarkába, tehát nyugodtan lehet ezt komposztálni. A megfelelően végzett komposztálás eredményeként ugyanúgy egy teljesen homogén és fertőzésmentes komposzt nyerhető, mint hogyha elégette volna azt az adott hulladékot. Vannak, akik fűtenek is ezzel a hulladékkal. Én nagyon bízom benne, hogy nincsenek. Akkor jó, rendben, így legyen. Egyébként arról milyen információk vannak, hogy a hulladék lerakók, azok milyen mennyiségben állnak rendelkezésre, és hogy meddig tartanak, igen, meddig bírják még? A megyében három úgynevezett B3-as típusú hulladék lerakó van, ami lakossági vegyes hulladékot fogadhat, Kisvárdán, Nagyecserén és Nyíregyházán. Ugye ezek a Kisvárdán Nagyecser 2010 januárjában, a Nyíregyházi 2011 januárjában nyitott, 20 éves kapacitással, és úgy tűnik, hogy a becslés és a kapacitás feltöltés megfelelő volt, körülbelül most a kapacitásuk felénél tartunk, tehát még durván egy olyan 10 év hulladéka elhelyezhető ezekben a hulladéklerakókban, akkor, hogyha a jelenlegi ütemben keletkezik hulladék, illetve hogyha addig még esetleg nem vezetünk be olyan technológiákat, ami csökkenti a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. Akkor már most el kell gondolkodni azért a következő hulladéklerakók létesítésére. Így van, tervezés, építés az viszonylag komoly feladat. Ezeken a helyszíneken elméletileg, ezen a három helyszínen bővíthető még a hulladéklerakó, tehát én úgy gondolom, hogy biztosan alhatunk afelől, hogy lesz hova tenni a hulladékot. Ettől függetlenül, ugye nem az a cél, hogy hulladéklerakóba, depóniába helyezzünk el, hanem próbáljuk minél nagyobb arányban újrahasznosítani, tehát hogy minél kisebb legyen az az arány, ami a depóniába kerül lerakásra. Önnel már az előző adásainkban is készítettünk interjút, akkor is beszéltünk a menetrendről, a hulladékszállítás ünnepi menetrendjéről, de nem elég mondani, ha igen, jól tudom. A napokat azt most nem fogom még egyszer elmondani, csak arra hívnám fel a tisztelt nézők figyelmét, hogy áthelyezett napokról van szó, a járataink azok a szokásos reggeli 6 órakor indulnak, és arra kérem, hogy a hulladékgyűjtő edényeket is ekkor rakják ki, mert bizony sokan elalszanak, elfelejtik ezt, a járatunk sokkal gyorsabban halad, és ahova eddig teszem, az délelőtt 10-re értünk, most már lehet, hogy majd reggel 8-kor elmegy ott az autónk, és aki nem rakta ki a hulladékgyűjtő edényét, utólag azért visszamenni sajnos nem tudunk. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Jövő februárra készülhet el Magyarország digitális élelmiszeripari stratégiája. Az Agrár, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az érintett élelmiszeripari szakszervezetek és a Szent István Egyetem közreműködésével készülő intézkedés csomag egyik fő célja a területen tevékenykedő hazai vállalkozások versenyképességének javítása. A termelési értéket és a foglalkoztatottak számát tekintve a harmadik legnagyobb feldolgozó ágazat itthon az élelmiszeripar, ezért rendkívül fontos a termelékenység és a hatékonyság növelése a szektorban. Ebben kiváló eszköz az ipar 4.0 és a digitalizáció. A kormány tavaly végig gondolta, hogy utóbbi téren milyen fejlődési lehetőségek rejlenek az agráriumban, így született meg a digitális agrárstratégia ötlete. A stratégia elkészítésekor azonnal szembesültünk azzal, hogy a digitalizáció nem fog megállni a mezőgazdaság végén, mezőgazdasági termelés végén, hanem el kell vinni ezt a folyamatot, ezt a gondolkodási folyamatot egészen a fogyasztóig. Így jött az a feladat, hogy a DAS-hoz illesztve elkészítsük a digitális élelmiszeripari stratégiát, és ezzel a teljes élelmiszer termékpálya, tehát a termőföldtől az asztalig le legyen fedve digitális folyamatokkal, illetve, ami nagyon fontos, hogy az adat, illetve maga a termék is nyomon követhetővé válhat. Ugye az élelmiszeriparban is gépeket használnak, ezek a gépek nagyon sok helyen már automatikusan működnek, eddig is használtak automatikus beavatkozásokat, automatikus lépéseket. Ugye ez is hasonlóan az ipar 4.0-hoz folyamatosan fejlődik,
Tehát lehetőség van az automatizmus, és később akár, illetve már azonnal a robotizáció bevezetésére is. Ugye Magyarországon is van olyan csirkefeldolgozó üzem, ahol a gépek lefényképezik azt az adott országot, és a kép elemzése alapján ugye teljesen automatán történik például a csirkének a darabokra vágása, tehát elemzi a képet ugye a mesterséges intelligencia, és úgy irányítja a késeket, hogy emberi beavatkozás nélkül kerülnek a végén az egyes tálcákra, vagy kerülnek a csomagokba a csirkedarabok. Ez szinte minden élelmiszeripari létesítménybe van valami olyan lehetőség, ahol az automatizációt és a robotizációt be tudom építeni. Ugye ez a termelés szintje, itt az emberek kiváltása, az emberi munkaerő kiváltása, illetve hát a minőségnek a javítása, ez főleg a tömegtermelésre értendő, ebben van nagy szerepe a digitalizációnak. A második nagy csoport ugye az élelmiszeripari vállalkozások irányítása. Ugye azt látjuk, hogy jelentősen változik a fogyasztási szerkezet. Tehát az emberek fogyasztása egyrészt több csoportra oszlik, ugye nagyon sokan vannak, akik ilyen vagy olyan termékeket nem fogyasztanak. Pontosan látni szeretnék azt, hogy mi van azokban a termékekben. Adott esetben még ezen belül a csoportok belül is fontosan változik a fogyasztói igény. Tehát az egyes élelmiszeripari üzemeknek ugye a fogyasztói igényekhez, illetve az adott terméknek a piaci környezetéhez folyamatosan alkalmazkodva, folyamatosan döntéseket kell hoznia. Ugye meg kell felelni a fogyasztóknak, meg kell felelni a befektetőknek, meg kell felelni annak, hogy profitot termeljen a cég, és ugye van egy elég nagy előírás halmaz az élelmiszeriparban, minden élelmiszer termékhez, minőségi, beltartalmi, nyomon követhetőségi feladatokhoz, ezeknek is meg kell felelni. Tehát az üzemek szintjén, illetve a vállalkozások szintjén a vezetői döntésekhez nagyon sok információra van szükség. Ugye ez a második nagy csoport. A harmadik nagy csoport ez a nyomon követés, ami csatlakozik az előző kettőhöz, de egy kicsit azért más, hogy én, amikor fogyasztóként leveszek egy terméket, akkor biztos szeretnék lenni abban, hogy az a termék az egészséges, az van benne, ami rá van írva, és olyan módszerekkel készült az a termék, ami rá van írva. Tehát ha biztos vagyok benne, hogy nem tartalmaz valamilyen általam nem fogyasztható dolgot, illetve látni szeretném azt, hogy ez a termék az hol készült, ki készítette, milyen eljárásokkal készítette. Ugye ez a nyomon követésnek a dolga, és ez a itt kapcsolódik össze a DAS ugye, és a digitális élelmiszeripari stratégia, hogy végiglássam annak a terméknek az útját a termőföldtől egészen az én asztalomig. Ez a három nagy része van a DAS-nek, és erre épülnek föl ugye azok a beavatkozások, vagy fognak felépülni azok a beavatkozások, amik tervezve lesznek ebben a stratégiában. A digitális jólét program keretében készülő stratégia a vállalkozások közötti kapcsolattartást, a készletnyilvántartást és a logisztikát is szolgálhatja, ahogy az élelmiszeripari képzéseket is segítheti, akár a Nyíregyházi Egyetemen is. A felsőoktatási intézményben már most is élnek a digitalizáció több eszközével. Néhány év valósult meg nálunk egy úgynevezett Smart Campus Pilot modell. Ez azt jelenti, hogy az egyetem bizonyos épületeit intelligens szenzorokkal láttuk el, és a szenzor hálózat kialakításával ez hozzájárul, hogy például a külső paraméterek, gondolok itt a levegő hőmérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, légsebesség, légnyomás, ezen kívül az energia vízfogyasztásnak megfigyelésére, mérésére, adatgyűjtésére és távfigyeletére alkalmas ez a hálózat. De ez nem csak úgy áll magában egy helyben, hanem vannak gyakori tapasztalataink is ezen a területen, hiszen a hallgatóink ezekkel a rendszerekkel megoldották például a lakásfűtés vezérlését, a vagyonvédelem megvalósítását, vagy a kisállatoknak az etetését. Okosfarm felügyeleti rendszer sikerült beszereznünk. Ez kifejezetten digitális megoldásokat kínál az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban. Gondolok itt konkrétan állattartó telepek, szárító telepek, vagy ahol növénytermesztés folyik. Miből is áll ez a rendszer? A rendszer része egy multiszenzor, amelyhez szenzorokat, például már említett hőmérséklet, páratartalom, vagy érzékelőket csatlakoztatunk.
És a multiszenzor által mért adatok internetről, vagy akár egy okos eszközről elérhetők, amely képes az adatok megjelenítésére. És fontos, hogy a mért adatok később is hozzáférhetőek legyenek, hiszen így válik ez egy hasznos adatokká, ezért a szoftver hónapokig is képes megőrizni azokat. Ez az okos farmrendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a váratlan történésekre is reagáljunk. Például így megkerüljük, kikerüljük a költséges gépszervizelést, állatelhullás vagy terményromlástól mentheti meg az adott céget. A rendszer legfelsőbb lépcsőfoka az automatizáció, ami egy üzem számára jelenti a teljes felügyeletet, az automatikus reagálást, esetleges problémák esetén. És itt jönnek képbe a mezőgazdasági hallgatóink, akár gépész vagy mérnök hallgatóink, hogy tanóra keretén belül megismerkednek ezzel a komplett rendszerrel, nem csak megismerkednek, hanem szimulálunk egy-egy helyzetet, és azt meg kell nekik oldaniuk a rendszer segítségével. Ezek mellett meg kell említenem a duális képzésünket is, igazán gyakorlati orientált képzésről van szó, tehát megyében több agrár, illetve élelmiszeripari szektorban jeleskedő, úgymond innovatív céggel vagyunk duális szerződésben. A duális képzés a mérnök hallgatóinak nagyszerű lehetőséget nyújt, hogy a vállalatoknál szerezhetik meg a gyakorlatot, például a digitális megoldásokról is. A digitális élelmiszeripari stratégia az előkészítés fázisában van, jelenleg is zajlik az üzemek fejlettségi szintjének online felmérése az élelmiszeripar minden területén. Ennek keretében azt is szeretnék tudni, hogy az ágazat szereplői hogyan vélekednek a digitalizáció lehetőségeiről és korlátairól. Mi az, amit ma a mi, illetve hát az itthoni vállalkozások használnak, nem csak digitális szempontból, hanem egyáltalán milyen technológiai fejlettségi szinten vannak ezek a vállalkozások. Ugye a kettő között, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy lesz egy szakadék, egy gap, aminek az áthidalására fogunk létrehozni pilléreket, tehát egy hidat kell építeni, hogy tudjanak a mi hazai vállalkozásaink minél gyorsabban fölfejlődni azokhoz a vállalkozásokhoz, akik az ő versenytársai. Ezeknek a pilléreknek a kialakítása, azt kell, hogy mondjam, hogy talán idén év végére megtörténik, de minden esetre január elején biztos, hogy fogjuk látni azt, hogy melyek azok a konkrét pillérek, amikre rá kell építeni a beavatkozásokat. És ezek után történik maguknak a beavatkozásoknak a megtervezése, ami szerintem február végére egy tárgyalható anyagot fog eredményezni. A DÉS az Agrár, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium együttműködésével az agrárágazat, a kisüzemi és nagyüzemi élelmiszerfeldolgozók, a logisztikai szereplők és kereskedők bevonásával készülhet el állami forrásból. Az adatkörnyezet egységesítéséhez, a kompetencia és digitális fejlesztésekhez pedig már az Európai Unió forrásai nyújthatnak segítséget a következő években. Önök 35 perc című műsorunkat látták. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak ebben az évben. Várjuk Önöket 2021-ben is. Én minden kollégám nevében sikeres, boldog új évet kívánok. Viszontlátásra!